a mostani számítások szerint 980 valahány beteget számolt össze az egészségbiztosító pénztár, akiknek évente legalább 5 alkalommal orvosnál meg kell jelenniük. Vagyis ez azt jelenti, hogy ha az emberekben megszűnik a támogatási igény, hogy a másik embernek az életét segítse, akkor nagy valószínűséggel a mi betegcsoportunk kihal. Naponta 5 embernek az áldozatkészsége szükséges ahhoz, hogy én egyedül éljek. És rajtam kívül, mint ahogy az előbb mondtam, van még 1000 hasonló sorsú beteg. És ebből adódik az, hogy mennyire függ a mi életünk attól, hogy Magyarországon van-e plazmagyűjtés, Magyarországon van-e vérfeldolgozó üzem, nem csak a mi 1000 betegünknek a gyógyítását szolgálja, hanem ezen kívül még körülbelül 50 000 olyan esemény van évente, amikor valamely magyar állampolgárnak az egészségbiztosító vérből készült gyógyszert, vagy magát a teljes vért, vagy annak a vérnek a valamely alkotó elemeit, trombocitát, vérplazmát ad. A hemofiliások baráti köre az 1997-ben alakult, és azért alakultunk meg, mert a gyógyító ellátásunk előtte nagyon-nagyon véletlenszerű volt. Gyakorlatilag életmentés volt az orvosok célja. Annyi gyógyszer állt rendelkezésre az országban, ami ahhoz elégséges volt, hogy ne halljunk meg. De a munkaképességünket és az egészséges élethez való jogunkat nem tudtuk érvényesíteni, csak akkor, hogyha egyesületi erővel lépünk fel, és szervezünk olyan összejöveteleket, olyan tárgyalásokat, tüntetéseket, sajtóközleményeket, ahol bebizonyítjuk, hogy ennek a betegcsoportnak az orvosi ellátását, ha megoldják, akkor ezek az emberek családot tudnak alapítani, dolgozni tudnak, gyereket tudnak nevelni, egészséges ember módjára tudnak élni. A plazmaszolgálat az pedig egy-egy ilyen donor állomás, plazmagyűjtő állomás pedig azzal tud nekünk segíteni, hogy megadja azt a biztonságérzetet nekünk, hogy ami plazmát most levesznek, az egy év múlva az én gyógyszerem lesz. Hát mit üzenek a donoroknak? Ez egy jó kérdés. Hát egyszerűen az az üzenet, hogy rájuk mosolygok és élek.